Nos, hát visszatértem. Nem hiszitek el, hol mentettem utoljára. A kimenekülős résznek teljesen az elejétől. Tehát újra ki kellett meneküljek, de nagyon rövidre fogtam. Hoppá, itt egy luk, jó van. Bemegyünk a lukakba, szeretjük a szűk lukakat. Nem hiszitek el, ez hihetetlen, de olyan gyorsan kimenekült, hogy végig futottam mindenkit, ez mint a rájöttem, hogy végül is. Ha már lebuksz, akkor kurvára mindegy, és így úgyse kap meg el az Andrőnök, ha elég ügyes vagy. És így gyakorlatilag kifutottam az egészből, és most próbálok egy kicsit lehiggadni. Ezért is találok meg ilyenkor halálfölösleges járatokat, mint az ilyen lukak, mert hogy igyekszem magamnak így. Igyekszem magam egy kicsit lenyugtatni, pedig, hogy őszintén nem is tudom, mitől paráztam abban a részben, de azért elég durva játszani, szóval mikor így ugye feldobom YouTube-ra, vagy visszanézem, hogy mit játszottam, akkor azért eléggé durva. Illetve visszanézni nem olyan durva, mint játsz az játék közben, azért dobog a szívem rendesen, és beszélek, mint a hülye, hogy eltereljem az izgalmat, mint ahogy most is. És most is kb. Tudom, hogy merre kell menni, de mégsem megyek arra, azért, hogy ne sietessem annyira a játékot, és hogy lehiggadjak egy kicsit, és mégsem megyek arra, merre menni kéne, pedig tudom, hogy merre kéne menni, de mégis is fölösleges köröket lejárok. Tehát ilyenek a, azt hiszem, ilyenek a horror játékok, hogy kellenek azok fölösleges körök a játékban, ahol végül meg tudsz nyugodni egy kicsit, aztán elindul a cél felé. Na de mindegy, akkor én most megyek. És ja, és megpróbáljuk tovább vinni a történetet. Jártam már az úton, tudom, hogy hová vezet. Kicsit Matrix-osan hangzik, lehet. De így van, de mégis fölösleges körbenézek, nem ellátok valami ilyeszet, pedig Alien nem volt, csak androidokat kellett kerülgetni. Ilyen lassan épít fel a játék, tehát így lassan kezdted, egy kis akció, egy kis izga először emberekkel, majd androidokkal, amik fölöslegesen ölnek embereket, és majd androidokkal, akik fölöslegesen ölnek embereket. És gondolom, hát ezután remélhetőleg most már akkor az Alien jön, ami fölöslegesen nem akar megölni minket. Station serving Seeksim Communication Technologies, tech support services, hallottam valamit. Nagyon halk volt, de hallottam valamit, és köszönöm, hogy lesz valaki. Hopp, van is valaki. Anyád! Anyád! Na most akkor lebuktam. De miért lélegeznek olyan durván? Nem várni fogok. Úgy döntöttem, kikapcsolom a rögzítést, és 10 perc várakozás után visszakapcsoltam, mert még mindig itt állnak, és én most ki fogok menni, esküszöm. És megnézem, hogy mi történik. Most... Ezért vártam 10 percet? Tényleg, srácok, bazd meg. Ezért itt vártam 10 percet legalább. Esküszöm, mert nem... Tehát nem volt sem mentésem, se semmi. És itt álltam 10 percet várva, hogy mi történik, és nem mozdultak el. És mondom, hát akkor így kikapcsoltam ugye a rögzítést, vártam egy jó 10 percet, és bekapcsolok, akkor ki meg anyád. És így... És kurvára nem akartak elmenni. És itt futkorásznak, mint valami hülyék. Biztos ezek ilyen... macska körömbe vélt civilek, de... Mindegy, most hirtelen se tudom, olyan fasz kell csinálni, hogy őszinte legyek. Jó. De azért tehát ez a játék, szóval... Jó, most nem láthatjátok, ott gondoljátok, még 10 percet vártatok volna arra, amire én úgy határozok, hogy a rohadt nagy félelmemből kijövök.
és tovább megyünk így a játékkal, és végre megtaláltam a liftet is. Egy köcsög játék tud lenni. Komolyan mondom. Nagyon jól találkozunk az Other Side-on. Na jó, hello. Megjöttünk el liften, boldogok vagyunk. És remek, visszajutottunk a csapatunkhoz, akik ugye hát leszálltak végül is a bázisra, hogy megjavítsák az űrhajót. És ugye mi hárman jöttünk át, szkafanderbe jöttünk volna, ha nem lett volna a robbanás, és a csajszika megsérült. Legalábbis gondolom nem azért fekszik ott hanyat, mert hogy valami mást akarna, és a csávó nem azért fogja a hasát, mert hogy nem vézik, hanem csak pervers. De igen. Hide. Unauthorized security breach detected. All transit shut down by order of Apollo. Na, remek. Aki nem értette volna, mi történik, unauthorized security breach, ez azt jelenti, hogy hát nem engedélyezett biztonsági áttörés keletkezett, és az Apollo lezár mindent, szóval jelenleg az van, és most el fogok indulni segítséget keresni, vagy találni a csajszinak, mert én ilyen hős vagyok, hogy ilyen dolgokat megcsinálok, és valószínűleg célnál vagyok, mivel hogy nem sokat mutogat ez a szar. Mivel is környékén vagyok a célnak. Nem bánjátok, hogy egy kicsit tágom a körmömet. Tudod most semmi. Oké, valaki. Valakivel kapcsolatba léptem. A kamerában keresztül. Jó, hát akkor megyünk. Elevatorra. Elevatorrel, hogy hanglisul fogalmazza. És akkor hát ja, találkozunk a emeleten, akár melyikre is megyünk. És őszintén szóval azt hiszem tudom, hogy milyen rész jön most, mert ezt láttam a gameplayekben, még annó, mielőtt kijött a játék, Jack Frax töltött fel róla egy videót, és ez a rész volt szerintem, ez a rész jön majd. Nekem van egy olyan érzésem, de majd kiderül, és itt kurvára Alienbe fogunk menni, és kurvára szar lesz. És kurvára nem szeretném, hogyha Alienbe mennék. Már elnézést, ennyi kurvát emlegetek, de eddig is elég. Tehát eddig a beszaratos faktor őszintén nem volt túl magas, de játszol. Mégis magas, szóval. És őszintén szeretek, tehát nem nappal van, amikor játszok. De nappal kezdtük el ugye Necronével, és estébe átmentem én. És nincs nappal, és a hangulatra erre csak rájátszik. Horrormániás vagyok, no para. Szeretem fokozni az ilyen hangulatokat, és szeretem, hogyha az adrenalin szétlöki a fejemet. És olyan apró dolgok történnek meg, mint hogy nem találom az utat meg ilyenek, szóval az csak így ráfok az a helyzetre. Persze ezt sokszor nem fogjátok még mindig látni. Aha, oké. Okay. Még mindig nem fogjátok látni azt, hogyha 150 óráig keresem az utat, hogy merre van, tehát mindig a lerövidített utat láthatjátok. Mentünk ahol tudunk, srácok, mentünk ahol tudunk, mert ez egy mentős játék, jó? Mint régen, aki játszott az első Tomb Raider-ekkel, akkor minden sarok után mentett. Én minden ötödik másodpercben mentett, utána legyőztünk egy ellenfelet, mentettünk, és a többi olyan nehéz volt a játék. Ja, az meg. Na, ez az a rész. Ez az a rész. Ha most ezt megpróbálom. My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help, and you need mine. You find the passcode for the service elevator, and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet. Okay. Tényleg emlékszem erre a részre, láttam már videón, megpróbálom kihúzni fejből. Amit most kiderítettünk erről az ürgéről, az az, hogy kell, tehát ő segíteni fog nekünk, ha én segítek neki. Neki is kellenek gyógyszerek, ugye? És nekem is kellenek gyógyszerek.
És ez egy kurvára alienes rész lesz, amit tudok, hogy egyelőre még nincs para. A para ezután jön, úgyhogy egyelőre el kell menjek ennek a Morlinak a... az irodájába, és meg kell szerezzem a passzkódot, ami... Nem, ez az irodája. Tehát nem nagyon emlékszem a gameplayre, csak úgy emlékezgetek a gameplayre, és el kell menjek a Morlinak az irodájába, meg kell szerezem a passzkódot, és utána majd meglátjuk, hogy what the fuck van. Mert utána azt mondom, hogy át kell menni egy másik szobába, ott egy hullát kell kifosztani, és hát gyakorlatilag ki kell menekülni, nem túl hosszú az a rész, amit láttam, hogy utána mi van, azt nem tudjuk. De remélem eddig így élvezitek, azért nyugodtan leírhatjátok a véleményeteket, hogy hogy tetszik maga a játék, vagy normálisan elvezetem a játékmenetet, na lássuk. Shared 1702. Kell egy fizikai kártya is, szóval azért kell tovább menjünk. 1702, jegyezzétek meg. Jó? Értelemszerűen. Majd van, és itt jön először az alien. Meg se. Szólaljatok! Ebben a pillanatban olyan szinten dobog a szívem, bazd meg, ha lenne egy ilyen jobb mikrofonon, hallanátok. Az Alien tényleg újra ijesztővé vált. És ez az a pont, ugye, hogy elveszt... Az meg ezután nem jön. Ez az a pont, ahol elveszted az utat, és nem tudod, hogy merre kell menni. És jó, legalább tudom, hogy arra kell menjen. De annyira merek kimozdulni, szóval várjatok egy kicsit, lenyugszom, és akkor már megyünk tovább. Nagyon durva, pedig igazából, hogy szaros játékról van szó. De hallom a lépteit. Csináljunk. Az meg ott van. Csak ne gyere be ide, kérlek. Jó, amikor tudod, így húzza az időt, ő is így aztán annyira nem aráza, hogy őszinte legyen. Ezzel el tudjuk terelni a figyelmét maximum, de lehet, hogy nem lesz rá szükség. Ez ilyen hangot csinál, eldobjuk, akkor zajt kelt, és mindenki boldog, tehát legalábbis rámegy az ajra. De néz ki, hogy nincs közelben, legalábbis nagyon közelben nincsen. Gondolom, ti is hallottátok a lépteket, azért jött el hisz. Frankon be vagyok szárva. Pedig sehol nincs a radarom.
Bocsánat, hogy ilyen hallgatag vagyok, de kurvára nem tudom, hogy mit csináljak, hogy őszinte legyen. És olyan szinten fokozzák a hangukat, hogy nem tudom eldönteni, hogy azért fokozzák, mert történni fog valami, vagy azért fokozzák, mert hogy csak tartsák bennem a para hangulatot. Na jó van. Ezt most meghekkeljük gyorsan. Itt 17.02. Jó van. Gyerünk már. Nem kérlek. Jó. Ennél hangosabb semmi nem lehetne ilyenkor. A kurva anyád! Ezt már meglepte az lány. Úristen! Hogy nem haltam meg, vagy vett észre, azt nem tudom. Az meg... Most nagyon beszartam. A rohadt életbe. Azon csodálkozom, hogy így nem dobtam el az egered. De ott volt így a semmiből. Az meg... Nem tudom nektek ez hogy jön le videón, de ez kurvára ott volt a semmiből. Kicsit szartam be csak. Lehet ki kéne kapcsolni most egy pillanatra, de megint nem tudom, hogy hol volt a mentésem, bazd meg. Úgyhogy tovább kell játszani. Morley, physician. Fizikus. Jól van. Már mutatja az utat is ez a szar, bazd meg. Mondom, hogy magnummal nem sokat fogok kérni az alien ellen, ez nem az a játék, ahol az alienek hullanak, mint a legyek. De nagyon beszartam, bazd meg. Frankon. Szarul vagyok. Ne játszatok este ezzel a játékkal. Mert te azért tök jó, tehát ilyen... Az Alien végre egy újra beszaratós állat lett. Ennek körülmére majd újra megnézem a filmet, esküszöm. Az nem ilyen beszaratós, mint ez, az biztos. A film azért egy sokkal lassúbb tempójú horror, mint a mai horror filmek, vagy filmek szoktak lenni. Tehát a tempó maga sokkal lassabban van, és a cselekvés lassabban fejlődik ki. És a horror faktor is azért egy kicsit hát gyengébb a mai korokhoz képest, tehát akkoriban, mikor először láttam a filmet, örültem, hogyha így 10 percet többet mutatnak egy szörnyből, akkoriban egy horror film, és az Alien kb. Az első volt, ahol teljes egészében mutatták a szörnyet, és tök jó jeleneteket csináltak meg vele. És... jössz vagy nem jössz? És tök jó játékot csináltak vele, és ez ettől annyira jó para hangulata lesz, hanem ilyen orvoszájba dobálnak szörnyeket hozzád film volt, mint régen, hanem csak akkor, amikor épp szükséges volt. Inkább a cselekménnyel és a sztorival és a színészi játékkal próbáltak emelni a hangulaton. Hallom a lépteit, de nem tudom, hogy hol van. Ilyenkor kurvasokat beszélek, miért? Tehát ha para van, akkor ki kell adjam. Hol van? Ott van. Kúszban átdobózunk. Tudjátok milyen szar, amikor nem nyílik ki az ajtó, mert nem írja ki az elbetűt? Ezt amúgy... ezzel lehet elérni.
Így S nyomsz, és akkor hátrafelé megy, és így lehet az új teljesítmény. Kicsit beszartam. Tudti, hogy itt volt a nyakamban. És igen, ez a helyzet, hogy mozduljál már ki a szekrényből. Ezt induljál már el. Ne menj vissza mindig a szekrénybe. Juss már el addig, ahogy kell csinálni. Jézus Mária. Erre biztos nagyon szükség van. Jó, egy ilyet sem tudok csinálni, hogyha szükség lenne rá, kurva jó. Fölöttem van, és kb. Itt kell lennie előttem, hogyha úgy állom. Elég para a szitu. Jó van, célnál lehetünk valahol, úgyhogy benézünk majd ide. Most jöttem rá, hogy merre kell menni, kösz. Most már nem érdekel, most már az a szint, amikor felállok, és oda megyek, most csak úgy vele kezdem úgyni, hogy nem találom meg, amit keresek. Már voltam. Ide... Akkor hova kell menni? Megszem el. És itt már nem jelzi, szóval való, ide kell jönni, csak hova? Ez szar is meg itt mászkál, bazd meg. Most a körömrágós rész van nálam, jó? Végre, bazd meg. Mászkálj még anyádnak a... ...mélyében. Na jó van. Ki fogok menni, ne aggódjatok. Hamarosan, csak... Csak kussjon el a csipogás. Annyira boldog lennék egy mentésnek így két feladat között. Legalább egy ilyet tudunk csinálni. Más nem, de legalább el tudjuk terelni a figyelmét, hogy legalábbis remélhetőleg el tudjuk terelni a figyelmét. Azért be kell valljátok,
rohadt hangulatos. Remélem, ugye így a hangokkal, ahogy játszadoznak a készítők, ez elképesztően jól sikerült. Ha látsz, ha nem Alien-t, összefugyozod magad út közben. Ha este játszó full sütétben felhallgatóval, mert azzal játszom, akkor ez extrán felerősödik. Ezért is írtam oda a másik videóhoz talán, vagy minden elsőhöz is, hogy ez felhallgatóval az igazi. És úgy igazán érzékelitek azokat a dolgokat is, amiket én. És az Frankon az ajtótól megijedsz, főleg amikor egy ilyen para jelenet után vagy, hogy az Alien mászkál körbe körülötted. És Frankon megijedsz egy kurva az izértől, az ajtónyílástól, ahogy kinyílik, nagyon, nagyon durva. Jó van, ez is legalább megvan. Ennek azért boldog vagyok, tehát innentől kezdve, tehát amikor legalább van egy mentés, tehát innentől kezdve tudom, hogy akármi történhet, közel voltam a mentéshez, és nincs gáz, tehát most jöhet, megölhet, megdögölhetnek, ilyenkor bátrabb is vagyok egy kicsit, tehát ilyenkor tudod, hogy megnyugszik az ember, és igyekszem gyorsabban menni, mert tényleg ijesztő minden hang, egy ott pillanatban, hogy kinyílik melletted egy szellőző. Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now, the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. Jó, akkor találtunk segítséget, de... Tudjátok, ez halálbiztos, hogy a csávó meghal. Ezt már nem láttam a videó, de halálbiztos, hogy a csávó meghal. Tehát ilyen klisét azért leütni, amik jó, hogy meghal. Mert ha lenne orvos és lenne segítség, akkor már a játék témája könnyebb lenne. Tehát csávó tutira. De! Tutira megdöbbik, olyan nincs bazzak, hogy ne. Nem ez a játék lenne, hanem... Jó, tehát ilyen klisét. Jó leszettek itt. Bazd meg. Ez jó leszetted, Franco, geci. Hát működj már. Mondtam én, hogy megdöglik. Őrület ez a játék, bassz meg. Kell egy trauma kit. Hát az tényleg kell. Nekem legalábbis biztos, hogy kell. Jó, ajtó zárva. Alien a közelben. Ajtó zárva, kurva jó. Alien a közelben. Hol van? Ajtó zárva, kurva jó. Jó. Fasz kell itt csinálni. Na most azért megint kezdek beszarni, jó? És ez tetőre közel van. Jó, mentünk, biztos, hogy biztos. Ha nem találom meg az utas srácok, akkor visszajövök a mentés után, amikor megtaláltam az utat, jó? És az Alien itt van, bazd meg, és itt van ezen a szinten, bazd meg. Hát nem megmondtam, hogy itt van, bazd meg.
És tudti, hogy megfordul és ide jó. Ugye hát ez ide jön, bazd meg. Hogy kell előszedni ezt a szart, na végre. Ez tudja, hogy ide jön, bazd meg. Ó, igen! Igen, bazd meg!